Szepesi György szemét fogom alakítani. Nagyon nagy szerep ez nekem, azt hiszem, de próbálom ezt valahogy megoldani. Ugye egyrészt sportújságíró, sportriporter volt, rádióriporter. Próbálta, nagyon érdekes, hogy a rádióban megjeleníteni a tévét, azért úgy leírni és megélni ezeket a csodás győzelmeket, és néha fájdalmas kudarcokat is, ahogy ő tette, azt hiszem, nagyon kevesen tudták. Legendás mondásai közt ugye jönnek a csehszlovákok, csak az egyik kiragadott, de még van sok más. És az, hogy valaki kívülről az aranycsapat 12. tagjaként így megéli a meccset, kívül belül támogatva az akkori magyar labdarúgást, azóta sem volt ugye ilyen követője sem a pályán kívül, sem pedig a pályán belül a focistáknak, úgyhogy szerintem ez egy nagyon nehéz, de nagyon szép és csodálatos feladat lesz. Remélem, meg tudom őt jeleníteni a darabban. Nagyon várom, alig-alig alszom, már az aranycsapat tagjait fújom magamba, és azokat az idézeteket, melyeket ő használt, és ezeket nekem majd korhű módon meg kell jelentenem újra, úgyhogy várom, mint Szepesi György.